Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek most benneteket. Egy nagyon megdöbbentő történetről fogok veletek beszélni. Hát, hogy is mondjam, így mondják ezt réges nyelven, hogy holtkóros fiú. Hát majd elmondjuk itt mindjárt, hogy mit is értünk holtkóros fiún, akit Jézus Krisztus meggyógyított. Az Úr Jézus Krisztus egy napon három kedves tanítványát, János, Pétert és Jakabot felvitte egy hegyre. Azért, hogy ott imádkozzanak, hogy az Úrban elmélyüljön a hitük, hogy meglássák azt, hogy Jézus Krisztus milyen hatalmas személy, hogy ő valóban az Isten fia. És hát ott töltöttek egy bizonyos időt fenn a hegyen. Imádkoztak reggel, imádkoztak délbe, imádkoztak este, és csak Jézussal beszéltek. Aztán a három tanítvány ugye nagyon jól érezték magukat a hegyen, arról a hegyről szép kilátás volt ám, és ott durcáskodott Péter apostol, és azt mondta, hogy ő nem megy le itt erről a hegyről, olyan jó levegő van itt. Felépít itt sátrat, és akkor abba lesznek. Az egyik személy Jézus lesz, a másik személy János, Péter, Jakab, és ők így nagyon jól meglesznek, le se jönnek a hegyről, egy ideig ott lesznek, de Jézus azt mondta nekik, hogy nagyon jó volt, hogy így együtt töltöttük az időt a hegyen, és hogy velem voltatok, de most le kell mennünk a völgybe. Szépen lesétálunk, mindenki óvatosan jön, nehogy lecsúszson ott a hegyoldalon, mert hát füves volt, meg sziklák is voltak ott, és könnyen megbotolhat az ember. Tehát szépen lassan jöttek le a hegyről, és ahogy leértek a völgybe, látták, hogy egy apát, a beteg fiával egy nagy tömeg vette körül. Az embereket nagyon érdekelt az, hogy Jézus, amikor lejön a hegyről, hogy mit fog tenni, hogy mi fog történni, és mindenki sajnált ezt a gyereket, mert hát sajnos beteg volt. Ez nem jó dolog, ha valaki beteg, ugye? Persze, azért vannak ilyen ravasz dolgok, hogy amikor megtudjuk, hogy matek dolgozatot kell írni, akkor fáj a hasunk is, azt mondjuk anyukámnak, apukámnak, hogy jaj, nagyon beteg vagyok, ma nem akarok iskolába menni. Nos, hát hogy is van ez a dolog? Hát tudjátok, hogy ennek a kisfiúnak nem a hasa fájt, hanem ő egy nagyon beteg volt. Nagyon beteg volt, majd az ige még itt részletezi ezt. És látták, hogy az apa sírva kérte Jézus, hogy a beteg fiát gyógyítsa meg. Sírt az apa. Nem tudom, hogy a ti apukátokat láttátok-e valaha is sírni. Ez az apa azért sírt, mert nagyon sajnálta a fiát. Ez az apa nagyon szerette a fiát, és nem talált olyan orvost, aki a fiát meggyógyította volna, és eldöntötte, hogy fölkeresi az Úr Jézus Krisztust,
és megkéri őt, hogy gyógyítsa meg az ő beteg fiát. A gyermek nagyon nehéz állapotban volt. Az állapota olyan volt, tudjátok, hogy elszédült, és ha egy folyó partján állt, akkor beleszédült a vízbe. Hogyha egy tűzrakás mellett állt, elszédült, és beleesett a tűzbe, és mindig rohanni kellett, kimenteni a vízből, kimenteni a lángok közül. Egy olyan valami rossz lélek, ami ezt a gyereket megbetegítette, és nem lehetett rajta segíteni. A gyermek, mikor Jézus közelébe vitték, akkor rángatózott, és mindenki megrendülve bámulta, hogy mi fog itt történni, hogy mi lesz itt. Jézus azt mondta, hogy hozzák ide ezt a gyereket, ő hozzá. És amikor hát egyre közelebb került a gyerek Jézushoz, annál rosszabbul érezte magát, mert valami olyan idegen gondolatai voltak, idegen érzései voltak, hogy menekült Jézus Krisztus elől. Nem örült annak a gyerek, hogy Jézus közeledik hozzá. Nem tudom, hogy te ismered-e azt az érzést, kedves pajtás? Ismered-e azt az érzést, amikor az Úr Jézus Krisztus közeledik? Hát honnan tudom, hogy közeledik? Itt a szívemben érzem. Szeretni kezdem őt, hinni kezdek benne, és jól érzem magam akkor, amikor Jézusról hallok, amikor a Bibliából olvasnak nekem, és Jézus megszánta ezt a gyereket, nagyon megsajnálta. Hatalmas szavával Jézusban nagy mennyei isteni erők működtek. Odafordult ehhez a gyerekhez, aki ott fetrengett a földön, és hogy egy hatalmas szóval parancsol, és kiűzte azt a gonosz démoni erőt, ami ezt a gyereket gyötörte a szívét, a lelkét, a testét, és egy pillanat alatt meggyógyult a gyerek. Egy pillanat alatt kivonult belőle az a gonosz erő, ami őt hol tűzbe, hol vízbe lökte. Ezért nem jó a sátánnal cimborálni, gyerekek, mert az lesz a vége, hogy minket is hol a tűzbe, hol a vízbe, hol rossz dolgokba, hol komis dolgokba ránk bele, lök bele bennünket. Jézus parancsolt, és a gyerek meggyógyult. De az első pillanatra úgy tűnt az embereknek, akik úgy közel hajoltak, merezgették a szemüket, úgy tűnt, ez a gyerek nem gyógyult meg, hanem meghalt. Meghalt a gyerek. Teljesen sápat volt az arca, és mozdulatlanul ott feküdt a földön. Meghalt, mondták az emberek, egyre hangosabban, meghalt a gyerek. Mit művelt itt Jézus? Meghalt a gyerek. És akkor az Úr Jézus kinyújtotta a kezét, megfogta a gyerek kezét, és kézen fogva felemelte a földről, és kinyílt a gyereknek a szeme. Az arcán egy ilyen fény jelent meg, és boldog volt, örült, örömmel nézett az apukájára, aki örömében sírt, hogy meggyógyult a fia, és ott az emberek megszégyenültek, akik azt mondták, hogy hát ezt Jézus nem is tudta meggyógyítani, hanem meghalt a gyerek. Milyen csodálatos az Úr Jézus Krisztus, hogy meg tud minket gyógyítani, szeret minket az Úr. Hiszel-e Jézus Krisztusba? Hiszed-e azt, hogy ő szeret téged? Hiszed-e, hogy szükséged van neked Jézus Krisztusra? És jobb lesz neked, hogyha Jézus Krisztust a szívedbe fogadod.